Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitay György vagyok, mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornám. És ma megmutatom Önöknek, hogy készül a tepsis rabló pecsenye, vagy rabló hús. És egy rövid történetet hagyj meséljek el hozzá, hogy hogyan is született ez a recept. Tehát adott egy hely, ahol 300 embert kell kiszolgálni, naponta kétféle leves, hatféle főétel, abból az egyik vegetárius, a másik frissen sült, tehát négy van, amilyen rakott, pörkölt, egyéb, és egy sütemény. És ugye lemegy az ebéd, mindig előkészülgetünk a másnapra, és ugyanez történt, tehát normál menet. Másnapra előkészültem, fölvágtam szűzpecsenyét 80 adag rabló pecsenyéhez, ugye 160 nyárshoz, mert ugye két darabbal kalkuláltunk, középen a sült krumpli, két oldalról neki támasztva a nyárs, és akkor ez tök jó mutat, kis díszítés. Oké. Okay. Kollégák összevágták a zöldségeket, és akkor másnap megvolt a menet, ugye, hogy kimegy a reggeli, a büfé, átveszem az árut, közben elindítjuk a napot, és akkor mikor van az az időintervallum, amikor két kollega rárepül, és gyorsan föltűzik nyársra a hozzávalókat. Igen, ám csak, hogy reggel a háromból két szakácsom nem jött be. Ez sajnos a mai vendéglátós világban nem is annyira szokatlan dolog, és hát ott álltam, hogy most, bacsáig, most aztán mi a francot csináljunk, és nem tudtam jobbat kitalálni, hatalmas roslapunk volt, én bizony egymás után lepörgettem az összes előkészített hozzávalót egy tepsibe, ott összeráztam, és 90 fokos sütőben átforrósítottam, és már ment is a melegítő pultba, és már jöttek is a vendégek. Tehát nem éppen, hogy kifutottunk időre ezzel a technikával. Ellenben a recept olyan nagy sikert aratott, hogy utána mindig... Tehát az, hogy rendre elkészítettük és hanyagoltuk ezt a nyásra húzott változatot, az borítékolható volt, de rendre kérdezték a vendégek, hogy mikor lesz az a tepsis ízé megint. Ugye, hát ez a tepsis ízé, nekünk erről tudni kell, hogy ez azt jelenti, hogy a tepsis rablóhús. Na, lényeg a lényeg, most nézzük ezt, hogy készül otthon. Személyenként 2-3 krumplit, ugye ez a nagyságától függ, olyan fél centi vastag karikákra vágok. És még az előzőekhez annyit, hogy természetesen, amikor jöttek a vendégek, először nagyon rácsodálkoztak, hogy mi ez. És a lényeg, hogy megkeresték a nyársat. De ugye az embernek jó határozottnak kell lenni, és azt mondtuk, illetve pontosabban én oda kiálltam, és azt mondtam, hogy az a helyzet, hogy ugye kétféle rablópecsenye létezik, az egyik a nyásra tűzött, a másik meg ez a tepsis változat, úgyhogy azért, hogy ne unják meg, fogadják szeretettel, most ezt a tepsiset készítettük. Ami ilyen nagyobb krumpli, azt egyébként félbevágom, és úgy szeletelem föl, tehát hogy körülbelül hasonló nagyságú legyen, mint a többi, és egyszerre süljön meg. Azt elfelejtettem mondani, a sütőt, azt időközben már én bekapcsoltam, ez sima sütő esetén körülbelül 200 fok, légkeveréses vagy alsó-felső sütés esetén 180 fok, tehát mire odaérek, hogy kész a krumpli, addigra legyen meleg a sütő. A krumplira kerül körülbelül 3 evőkanál olaj, így megsózom, megborsozom, azután minél jobban szétterítem, hiszen akkor sül meg a leggyorsabban, és már mehet is az előmelegített sütőbe. Szerintem egy olyan 35 perc maximum a sütése, valószínűleg annyi se lesz, inkább 30, de a lényeg, hogy tökéletesen kész addigra, mire meg vagyok a magával a rabló hússal. Ehhez a recepthez direkt kisebb szűzpecsenyékre vadásztam, és így vettem két darab egyenként olyan 35 dekásat. És szerencsém is volt, mert itt nincs rajta az a fejrész, ami egy kicsit nehezebben formázható. Összesen annyi tehát a feladat, hogy a hártyáját, ami itt a tetején van ilyen vékony hártya, ezt lekapom róla. Így félreteszem egyéb iránt, mert ugye van nekem egy olyan zacsim, amiben gyűjtöm azokat a hozzávalókat, amik nyugodtan mehetnek majd egy húslevesbe,
Tehát pontosan úgy, mint ahogy egy nagy konyhán is teszem. Úgyhogy ezt se dobom ki. Megy a fagyasztóba. És amiért én kisebb húsokra vadásztam, annak az az oka, ugye, hogy ne legyen túl nagy majd a szelet, hiszen eredetileg ugye nyársra akartuk húzni, és akkor sül meg kényelmesen, ha minden egyformán vastag, minden egyformán magas, de nem túl nagy. Az így előkészített húsokat kicsi érmékre vágom. Ez azt jelenti, hogy körülbelül ekkora szeletekre, itt meg is mutatok egyet, ekkora kis érmékre, szeletekre vágom a húst. Az így kapott kicsi érméket enyhén megütögettem a kloffolóval, de továbbra sem az a cél, hogy ilyen nagy szeletek legyenek, csak az, hogy egy kicsit föllazítsam, és egységesen egyforma nagyságúvá kloffoljam a húst. Főt füstölt császárszalonna, vagy kolozsvári szalonna az, ami általában nyársakra kerül. Itt megint csak az van, hogy ez egy 25 dekás darab, és fél centi vastag, ekkora szeleteket fogok vágni belőle, és így azt mondom, hogy körülbelül akkora, mint a hús, tehát ha nyársra húznám, ez akkor teljesen ideális méret. Úgyhogy maradjuk annyiba, hogy így felszeletelem, utána a bőrét levágom, és császárszalonna előkészítve. Ha sikerül beszerezni zöld ritamin paprikát, akkor válasszunk úgy, hogy zöld is legyen, meg piros is, hiszen minél színesebb ez az étel, annál jó. Kötelező eleme a nyársnak a hagyma. Az, hogy most a hagymát karikákra vágom, vagy ilyen nagyobb cikkekre, ez ízlés dolga. Én megpróbáltam szándékoltan kisebb hagymákat keríteni, azért, hogy ne legyen vele sok vesződtség, és demonstrálom azt, hogy ugye lehet ez lila hagyma is, illetve hagyományos vörös hagyma is. Én most kivételesen mind a kettőből teszek a nyársra, de tényleg csak azért, hogy mutassam, hogy teljesen mindegy szinte, hogy melyiket használjuk. Mindig nyársat mondok, mert ugye az volt az alaprecept. Egyéb iránt itt a hozzávalókat természetesen nyársra is lehet tűzni, és szabad tűzön, rostély fölött forgatva, oldalanként ilyen, hát olyan 3-4 percig kell sütni, sokszor kell forgatni, és folyamatosan egy a saját zsírjával, illetve hát ott lecsöpög, aztán nem nagyon tudunk mit kezdeni, de egy kis olvasztott zsírral kell kenegetni, azért, hogy ne száradjon ki. Ugyancsak elengedhetetlen kellék a gomba. Ebből olyan 25 dekányit vásároltam, tehát 25 dek a csiperke gomba. És mindjárt azt nézegetem, hogy hogy lesz ezt a legkényelmesebb. De hát lehet, hogy csak ennyit teszek velem, miután ezek nem voltak nagy fejek, hogy így elnegyedelem, és akkor így körülbelül akkora, mint a szalonna, ez így nekem tökéletesen jó lesz. A gomba szárral se kell különösebbet kezdeni, ez is simán így mehet a nyársra, illetve most esetünkben ide az ételbe. Ha a gomba nagyobb, akkor értelemszerűen nem 4-be, hanem 6-ba vágjuk, és ennyi az egész. Még annyit most itt hirtelen eszembe jutott, hogy nyár van. Ez a fogás tökéletesen elkészíthető kint tárcsán, tehát kint a szabadban tárcsán. Egyetlen előkészíteni valónk van még, egy csokor jól megmosott petrezselymet finomra kell vágni. Ugye itt a pirítás megint egy elég gyors művelet, tehát praktikus mindent előkészíteni, hogy azután könnyen tudjunk dolgozni. A petrezselyem szár ugyanabba a zacsiba megy, amibe a szűzpecsenyének a hártyája, tehát az is majd egyszer egy levest, vagy csak egy alaplevet erősít majd nekem. Nálam most ez a serpenyő fogja helyettesíteni ugye a rostlapot. Egy nagyon kicsi zsírt vagy olajat forrósítok benne, ez tulajdonképpen teljesen mindegy, melyiket használom, és először megy hozzá a szalonna. Amikor körös körül ilyen jó incsiklandóan megpirult, már mehet is ide át a tepsibe, vagy én most egy tűzálló tálat szereztem,
Visszamaradó zsírjában megpirítom a hagymát. A hagymát egy kicsit megborsozom, de sózni nem sózom egyik zöldséget sem, még a hagymát sem, csak majd itt bent a tepsiben teszem mindezt azért, hogy ne engedjen levet. Én azt szeretném, ha csak pirulna. A hagymát többször megforgatom, és így tulajdonképpen megpirítom, megsütöm. A nyersnál ugye egybe marad a vöröshagyma karika, itt kifejezetten, ahogy forgatom, igyekszem egy kicsit szétszedegetni, hogy majd jobban eloszlódjék az ételben. A hagyma resre pirult, átöntöm ide a szalonnához, és a serpenyő mehet vissza a tűzre. Miután a hagyma az összes zsírodékot beitta és magával vitte, így egy kevés zsírt vagy olajat teszek ide a serpenyőbe, és jön a következő, a gomba. A gombát is csak borsozom, mert ha sóznám, abban a pillanatban levet engedne, és nem pirulna. Tehát egy kevés bors, és hagy piruljon. Megpirult a gomba, mehet ide a szalonnás hagymához, serpenyő vissza a tűzre. Csöpnyi zsiradék, és mehet rá a paprika. Egy kevés bors. Megszórom jó sok petrezselyemmel, így éppen csak átforgatom, azután hozzáteszem a többihez. A zöldségek eddig nem voltak sózva, úgyhogy most egy kicsit megsózom az egészet. Talán még egy picit, így. Összeforgatom. Időközben a krumpli megpirult, úgyhogy a sütőt leveszem 80-90 fokra, megy be a krumpli vissza, hiszen puhulni még nem árt neki, és megy be mellé az előkészített szalonnás zöldséges, tulajdonképpen ragú, és kezdődhet a hús sütése. A serpenyőt egy percig önmagában forrósítottam, hiszen így jobban föl tudom melegíteni, mint magát a zsiradékot. És csak most teszek bele egy ilyen jó evőkanálnyi zsírt. Most tovább forrósítom még körülbelül egy fél percig, hogy a zsír is amennyire csak lehet fölforrósodjon, de szerintem már lehet látni, hogy füstölésig van hevítve, és most beleteszem a húst. Nem fogom egyszerre megsütni az összes szeletet, szerintem körülbelül a felét, és akkor mondjuk két részletben sütöm. Még mindig nem sóztam, és csak most borsozom, mert ha esetleg túl forró a serpenyő, akkor ugye maga a bors is megéghet. Tehát most így kényelmesen megborsozom, megfordítom, ugye itt az a ragyogó pörzsanyag, amit szerettem volna. Ezt az oldalát is megborsozom, és csak most kezdem el sózni. Ahhoz, hogy könnyebben tudjunk tálalni, könnyebben el tudjuk osztani a húst, én így a tál egyik felébe rendezem a húsokat, mert így akkor könnyű tálalni, de aki gondolja, össze is forgathatja így ezt az egészet. No, így ahogy van, mehet vissza a 80-90 fokos sütőbe, ami a húsnak is jót tesz egyéb iránt, tehát szép lassan, de südögél tovább. Újabb kanálnyi olajat forrósítok itt a serpenyőben, és megsütöm rajta pontosan ugyanúgy, mint eddig a maradék húst. Ha úgy érzem, akkor ki is törölhetem időközben a serpenyőt. Én azt hiszem, hogy ezt a pici leragadt pörzsanyagot, ezt én most majd szeretném benne látni még majd az ételben. Amikor kész, éppen csak néhány kanálka vizet öntök rá, ami a serpenyőben lévő pörzsanyagot fölszedi, ez lesz tulajdonképpen a húsnak egy pici szaft, és ennyi. Tányérra halmoztam tehát a sült krumpliból, erre ráteszek ugye
ebből a nagyon gazdag kis ragunkból úgy, hogy minden egyformán legyen benne: szalonna, hagyma, gomba, paprika. És a figyelmes szemlélőnek feltűnhetett, hogy ugye összesen só, bors és petrezselyem, tehát háromféle ízesítőt, vagy ha úgy tetszik, fűszert használtam az ételhez. Nos, ez nem azért van, mert hogy nem ismerek többfélét, hanem sokkal inkább azért, mert szerettem volna, hogyha mindennek a saját íze érvényesül. Tehát a paprika édessége, a gomba zamata, és szerintem így. Azt hiszem, ez így tökéletes lesz. És mellé tettem a saját magunk által, illetve saját magam által eltett kovászos uborkából. Elkészült tehát a tepsis rabló pecsenye. Akinek szimpatikus volt a recept, kérem nyomjon a videója egy lájkot, aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt gondolom mindenképpen tegye meg, hiszen több mint 320 étel videóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, kitűnő egészséget kívánok mindannyiunknak!